felfelé is nézegetünk, itt álmennyezetet látunk, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy nem azt a magasságot, amit akkor látunk, ha kívülállunk az épületen és messziről nézzük. A külső pont 96 méter magas, a városképére kiemelkedő magas kupola és a honfoglalás számára is utal, de innen az a magasság túlzott lett volna, tehát itt 27 méteres magasságot észlelünk, azzal kiegészítve, hogy már fel is jöttünk 20,5 métert. És ha összeadjuk azt, amennyit feljöttünk és ameddig ellátunk, az a fele lesz a külső ponton mért magasságnak és a kettő között üres a kupola. A lámpa rögzített, felülről jutnak be a villanyszerelő, ketten 205 költét cserélnek. A szoborcsoport kiinduló pontja Árpád fejedelem szobra, itt látjuk középen. Mindegyik ábrázolt személy mellett két apródocska szobra áll, és ha megvan Árpád fejedelem, és az ő bal karja, és fölfelé nézünk, akkor meglátjuk a turulmadarat. Mindegyik ábrázolt személyhez a magasban tartozik egy címe, a saját egyéni, nem dinasztikus, egyéni címere, és mint hogy Árpád fejedelem a Turul nemzetségből származik, az ő címere a Turul. Tőle jobbra, és így majd mindig jobb készülni fogjuk a következő szobra. Koronaőrök, tiszteleg! Szent István király, a keresztény Magyarország alapítója, őt kövezi Szent László, akit lovakirályként is szoktunk emlegetni, majd Könyves Kálmár, aki évszázadokkal korábban mondta ki, hogy boszorkányok nincsenek, mint bármely más uralkodó ezt megtette volna közelünkben, vagy akár a távolban. Második András király, itt az aranyhullát emlegetjük, negyedik Béla, mint a határjárás után, második vonalapítunk, Nagy Lajos király, Magyarország történelmének nagyon boldog időszaka, Hunyadi János, akinek a Nándorfehérvári diadalt és a déli harangszót köszönhetjük, Mátyás, a bizottságos művelt Mátyás, majd sorra négy szobor, nagyon hangsúlyos jelenléttel az erdélyi fejedelmekről szól, hisz szerencsére se osztrák, se török nem tudott Erdéllyel elbánni. Bátori István, Bocska István, Betlen Gábor és első Rákóczi Zsigmond szobrait látjuk itt. Betlen Gábor 400 éve lépett trónra, ez kerek évforduló, de akár Mátyás királynál is érdekes a szám 555 év, ez is egy bizgalmas szám. Van még három szobor, és ez viszont más. Hát a Habsburgok nem saját dinasztiánk, ők nem nagyon ismerték és értették a magyar lelkületet, úgyhogy nem véletlen, hogy rengeteg szabadságharc volt sorra, mindenkor megvitt a maga szabadságharcát velük szemben. A hősök terén vannak a szabadságharcosok szobrai, Tökölimbe, második Rákóczi, Kossuth Lajos. Akiket itt látunk, az viszont három Habsburg. A harmadik Károly, az ő lánya Mária Terézia, és egyik fia, második Ildikó. Ez az épület középpontja, a két szám egymásnak pontos tükörképe, azt hívjuk alsóháznak, és annak a pontos tükörképe az egykori felsőház, és az a látogató útvonal. Tehát abban az irányban megyünk tovább, és az oszlop belső falán lesz második Rákóczi Ferenc emléktáblája. Az a fejedelem halálának 200. évfordulójára készült 1935-ben, és előtte fogunk eltalálni. Nem akarok belőle.